Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és ma este megnézzük a Last of Us Left Behind-ot, ami egy hát DLC content a Last of Us első részéhez. Nem sokkal a második részt megelőzően adták ki, egy ilyen kis átkötő, nem átkötő történet, mert ez előzmény történet, hanem csak arra, hogy arra, azzal a célja, hogy rávilágítson pár dologra így, hát Eli kapcsán, de ezt majd meglátjuk, amint beindul a dolog. Két okból játszunk ezzel a játékkal most. Egyrészt azért, mert ugye a, hát így a sorozat kapcsán szerintem érdemes megnézni, mármint azért, hogy az első évadban ez a történetrész ez benne volt, tehát ugyan a játékban így külön külön jött ki, meg így tényleg a második résznek ilyen kis, hát hogy is mondjam, ilyen felhájpolása céljából, de a sorozat kapcsán így van egybe, tehát ez az első ok, a második ok pedig, hogy a játék kurva sok helyet foglal, és túl akarok lenni rajta, de tényleg. Meg P hazudott, hát nagyon-nagyon-nagyon csalódott vagyok, meg kell, hogy mondjam őszintén. Én nem igazán értem, hogy hogyha kijön egy játék PlayStation-re, akkor azzal miért nincs PC-n is controller support. Mert nyilván, ha csak Xbox-ra jön meg, mondjuk ha a Starfield-nek nincsen, vagy nem lenne, nem tudom, hogy van-e, ha a Starfield-nek nem lenne DualSense controller supportja, azt mondom, hogy jó. Az is fura persze, de azt még el tudom fogadni. Na mindegy, valószínű amúgy lesz, tehát lehet, hogy csak egy fix kell hozzá, jön majd a kövi update-tel, vagy ilyesmi. Mindegy, majd meglátjuk. Ami miatt még szomorú vagyok, azt most megnéztem, hogy sajnos a Lies of P nincs benne PS előfizetésben. Pedig nekem van olyan, ugye, az még lehetett volna egy ilyen mencsvár, hogy vagy benne van, vagy nagyon kedvezményesen meg lehet venni. Hát nem lehet, úgyhogy 60 fontot ki kell pörgetni. Azt meg most nem fogom. Na, úgyhogy akkor P hazudott, de mondjuk ő neki ez a dolga. Amivel most játszani fogunk, az pedig a Last of Us Left Behind. Úgyhogy akkor el is indítom a gémet. Délután már pörgött egy shader compile, mert hogy jött update a játékhoz, de jött a videokártya driverhez is, szóval tök mindegy. A lényeg, hogy ahogy mondottam volt, nem kell shader compile. Na. És akkor itt is vagyunk, ne halljak meg. Hát ezt most nem tudom garantálni. Tehát a csütörtöki streambet tudom garantálni, hogy nem halok meg, ma nem tudom garantálni. Na, és akkor itt a játék. És akkor itt van ez a Left Behind, ez a Part 1-nak már része. Tehát egybe árulják, hát ennyi pénzén mondjuk még csak az kellett volna. Az nagyon ilyen EA move lett volna, hogyha még külön pénzt kérnek érte. De itt a Left Behind, és a szöveg azt írja, amit ti nem láttok a nagy fejemtől, hogy játssza The Last of Us eseményei közben játszódó újabb fejezetekkel. Ennek a mondatnak semmi értelme, de nem baj. Oké, új játék. Na. Hát az, hogy közben, az már fura, tehát a Last of Us eseményei közben nem közben, mert a Last of Us eseményei az egy eléggé, hogy mondjam úgy, egyben van, tehát, na mindegy. Ó, Sherit Adri, az élet hosszú, azt kell, hogy mondjam, nem a nap volt hosszú. Ja, de amúgy igen, fáradt vagyok most. Pusoltam egy nagyot GitHubra, aztán na mindegy. Közepesen fogunk játszani.
mert a könnyű az túl könnyű volt. A valóság hűtben meg játszon az, aki nem streamel, hanem csak otthon mókol, úgyhogy közepesen fogunk játszani. Igen, és ezt meg lehet változtatni bármikor. Na, lássuk. Ha halk, vagy hangos, vagy valami, akkor szóljatok. Mondjuk a loading screen nem lehet halk. Hát igen. Most a webcam is szaggat. De valószínű csak a loading alatt. Ah, Sherit Adri, amúgy nem baj, hogy lemaradtál tegnapi streamről, mert az eleje az bosszantó volt, a vége, az mondjuk jó volt, Dark Souls-ra haladtunk, de azt be tudod bótolni, már kint van YouTube-on. 1440p-s tűéles felbontásban. Úgyhogy ezt meg tudod nézni. Az mondjuk jó volt, azt élveztem. Csak tegnap is nagyon fáradt voltam. Aztán kicsit, hát hamar befejeztük, viszonylag hamar. Köszönöm, Sherit Adri. Jó, jók voltak azok a boss fight-ok. Így segítőkkel még kifejezetten könnyűek is voltak. What? Fireflies? Get down! Oh! Who the fuck are these guys? Stay the fuck back! Joel, put your arm around me. Come on. I think we're safe. Joel? Joel? Joel, here. Oh, get up. You gotta tell me what to do. Come on, you gotta get up. Joel. Valamiért én már nem erre emlékszem. Okay. I landed on my hip. What the hell? I thought I was bitten. I know. Jó, így már okay. Csak fura volt, hogy miért... You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. Okay, jók vagyunk. Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time... I thought you were dead. Yeah. Here. Look. No way. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years, and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. Riley. You still have it up. What are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. And I owe you an explanation. Let's get out of here and I'll tell you all about it. It's almost morning, and I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies.
Put some pants on and let's go. I'm so dumb. Na, egyébként ez, ugye a Joelle sztori előtt játszódik, csak annak, aki nem nincs úgy képben. És akkor így vágták össze a izét. Ah, oké. Okay. Jó. Erre nem emlékeztem. Hogy így van összefűzve a dolog. És akkor itt végül is azt is megmutatja, hogy hogy mit csinált Joel a sérülés után, mert ez ugye a játékban nem derült ki. Mint hogy ez a rész nem volt benne konkrétan a Last of Us-ba. Erre nem is emlékeztem egyébként. Bár az én aranyhal memóriám így a videójátékok kapcsán az... Tehát most simán újra tudnám úgy játszani a Witcher-t, hogy meglepődnék bizonyos jeleneteken. Callus, keep an eye on him. Tyúk szem. Rábízza a lóra. I'll be back in a flash. Egy lóra, aki egy kapucnis pulcsitó meg tud ijedni. Na. Jó, mondom, erre nem emlékeztem pontosan, hogy hogy van ez a, hogy van belefűzve a dologba, de... Oké. Okay. Totally got this. All right. Now where the fuck do I go? Hát először is ne kárunk, hogy ez fontos. Ne, nem lagul a játék? Á. Jó, hát körbenézünk. Szokott módon. Ez normál nehézség, szóval elvileg kéne találnunk cuccokat. De... Hát nincs semmi, szóval... Hát erre. Semmi, abszolút semmi. Se lőszer, semmi. Hát ez... Fantasztikus. Nem tudom, mi történik. Ekkora lagok nem voltak a alapgémbe, de hát nem baj. Ilyen plázaszerűség, gondolom. Oh, a szent tégla. Weston's Pharmacy. That sounds promising. Itt egy fa. És Edith Adri nagyon le vagy égve. Ez nagyon-nagyon szomorú. Be
bezzeg Nevermind, ő tele van. Mint kutya bolhával. Azért köszönöm a csírt, Sherit Adri, köszi szépen. The pills and leave the bottle? God. Anything? Anything? Nothing. Keresünk valami gyógyszert. Antidepresszáns. Hát, mondjuk ez várható volt, egy zombi apokalipszisben a gyógyszertár az... Na hát, ha a pult mögött van valami... Jó, ukrán fájdalomcsillapító. Egy papír. Please read. Pharmacist. Maybe he's got something on him. Aha, tehát a gyógyszerész megőrült és megtámadott. Jó, odasóztam neki. Eszméletlen. A szomszéd... Torban, szomszédboltban zárt, szomszédboltba zártam be. Get him help. Combination 35-30-31. Eltettük a papírt, szóval nem kell megjegyezni semmit. Aha, és ez a szomszédbolt valószínű. Ó, szia, Stopsoros, hello, hello. Megy itt a biznisz, ahogy látom. Stopsoros magának adott kekszet. Tiszta ner. Minden kekszet magának akar. Oh, come on. First aid kit. How the fuck do I get inside? Ja, az megmagyaráz mindent. Közbeszt nyertél. Oké. Na, találunk én egy utat. Itt egy fiók. Itt egy olló. Keksz beszerzési eljárás. Fú, emlékszem, hogy csináltunk mi is egyszer. Mármint, hogy írtam ki. Írtam is ki, meg bíráltam is. Fú, inkább nem mondom, mert nem tudom, hogy mit mondhatok, meg mit nem. Gépeket szereztünk be. Na, mondjuk alánylag jó volt, tehát nem áraszták túl, vagy ilyesmi. Tehát rendes piaci ár volt. Mármint legalábbis annyit, addig forszoltuk a dolgot. Mert kaptunk olyan ajánlatokat így a rendes uniós közbesz kiírás előtt, hogy csak így néztem. Ilyen 4-5 éves gépek, tehát 4-5 éves vasak. Ilyen egy másfél millió forintért. De aztán végül is kiment a uniós közbeszeljárásba.
És ott már azért rendben volt. Hát, annyit mondhatok, hogy nem a 4IG nyert. Na, keresünk egy... utat, de... Nem, nem a Vodafone. Ne, őszintén szóval meg tudjátok nézni. Még majd nem, hogyha a nevemre rákerestek, szerintem még úgy is. Mert ezek nyilvánosak, mert uniós közbesz volt. Tehát rendes, hivatalos. De nem emlékszem már, hogy pontosan ki nyert. Jó, hát azt hiszem nem innen kell akkor átmenni a szomszédboltba. Nem tudunk valamit odahúzni. Vagy itt átmenni. Nem. Fú, Nevermind, rémlik a név, valószínű igen, de nem esküszöm meg. Stopsoros, hogyha azt linkelte, akkor mondjuk biztos, hogy azt linkelte, tehát ő biztos, hogy nem linkel rosszat. Így közbeszerzés kapcsán. Szóval valószínű az. Van rajta személyes adat, hát max a telefonszámom, nem? If you're gonna jump out at me, go ahead and fucking do it. Hát, őszintén szóval nem hiszem, hogy ma már vannak ilyenek, hogy telefonbetyárok vagy ilyesmi. Egyik zaklatnának, mert telefonon csak simán bekattintom, hogy blokk. Szviszlát. Hát, haver. Te se 40 órát dolgozol egy héten. Gondolj rám, amíg oda vagyok. Hiányozni fogsz, de nem nagyon. Laura. Laura. Oké. Okay. Hol a doboz? Ja nem, ez a kulcs az... Jó, oké. Okay. Oké, okay, oké. Igen, stopsoros, látom te is, akkor... Hát igen, ez... Ez a magyar csoda. A magyar gazdasági csoda. Ja igen, mondjuk a konfigokat érdemes megnézni, az biztos. Tehát elég jó gépek voltak azok akkor. Tehát így a PC-k közül, tehát ami sima ilyen desktop.
nem igen tudtál volna jobbat összerakni akkoriba. Minden, ami a fölött van, az már workstation grade. Talán a GPU lehetett volna egyen jobb, csak az már nem fér bele a büdzsénkbe. Na. És üres. Military helicopter. That's gotta have something. Hang in there, Joel. All of you hang in there. Please. Please. Atomreaira hullik lassan az itthoni gépem, de komolyan. Azt mondja, nem erre. Mi ez itt? Ja, azt hittem egy V-tróz itt alattunk, de nem. Amúgy ez tényleg egy jó gép volt, sokat használtam nagyon. Első dolog, amit tesztet csináltam rajta, egy... Ja, Red Dead Redemption mit bír? Bírta? Sőt, amúgy emlékszem, azt még használtuk ilyen e-sport táborba. És azzal nyomtunk, hát nem én, hanem a kollégák ilyen kis demo tutoriált a gyerekeknek a Unreal Engine 5. Akkor jött ki az Unreal Engine 5, nek ez ilyen, hát ez a developer konkrétan. És ott a kollégák nyomtak egy demót rajta. Hát a gyerekek is, meg én is. Igen. Papír. Larry Caulfield, törzsőrmester, hősi halált halt ma délután. Pont ma, pont délután. A karanténzónába repültünk éppen vissza, amikor a páciensünk átváltozott. Biztosan spórák miatt lehetett, mert nem találtunk harapás nyomot. A páciens kiszabadult a kötelékeiből. Igen, és a pilótánkra Sean Brandon zászlósra vetette magát. Miközben a helikopter irányíthatatlanul pörgött, Caulfield törzsőrmester dulakodni kezdett a pácienssel, amivel megmentett az életünket. E vidéki kolorádai bevásárlóközpontban zuhantunk le. Csak Eugene, Alice közlegény, Caulfield törzsőrmester és én éltük túl. Mert amúgy még ki volt rajta? Na mindegy. Miközben semlegesítette a fertőzőt, megharapta Caulfield törzsőrmestert a nyakán. Ő azonnal megmutatta nekünk a harapást és belenyugodott a sorsába. Végrehajtottam a fertőzési protokolt, mielőtt Caulfield törzsőrmester fertőzötté alakult volna. Rest in peace. Közben szerezhettem volna magamnak is egyet. Hát igen. No sutures. Well, at least I can use this. Hát az a helyzet, hogy ismerek olyat, aki munkára használja ezeket a gépeket bent. Meg ismerek olyat, aki privát célra. Hát igen, otthon van egy ilyen furcsa... Most itt tényleg nem akarok senkit bajba sodorni, de van egy ilyen furcsa dolog, hogy... szereznek be ilyen eszközöket. Tablet. Telefon kicsit macerásabb, az nehezebb. De tablet, laptop. Hát még asztali PC is, amit úgy kompenzálják a szarbért, hogy mi van?
adja itt a tippeket. Azt mondja, másszak át a korlát. Na. Oké, és akkor visszamegyünk az időben. Fast there. I'm impressed. Thanks. Well, come on. Up we go. Jó, stop, stop. So, how did you find them? Majd mondom csak. Fireflies? Yeah. Remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these fireflies ambush me. They took me right to their hideout, to Marlene. Were you scared? Terrified. I thought this time she would actually shoot me. But instead she just says, what took you so long? She was expecting me. And she just made you a firefly? Something like that. That whole almost killing me thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Szóval nem azt mondom, mert nekem is van céges laptopom, és persze én is használom úgymond privát célra, csak mit tudom, én nézem a magyar Eurosportot közben, vagy ilyesmi, megy a kerékpárverseny, csak mellette azért megy a szoftver is, tehát megy a teszt is. Ő Marlene. Marlene-t ismerjük. Ki az a Marlene? Marlene egy hulla. Oké. Okay. Speak of the devil. She asks about you. Really? She says you remind her of your mom. Well, she'd know more than me. Come on. We're making good time. Érdekes gondolat, stopsoros ez. Ugye ez az amortizációval van összefüggésben. Amit én mindig nehezemre esett megérteni, hogy is működik. Nincs cégem, szóval nem is kell ezt nekem megérteni, csak mondom. De ez hova tűnt? Ja, arra föl. I don't know. Someone really. What about Tino and the rest of the guys? How are they doing? Riley, those are your friends. But you talk to them. Yeah, I guess. Na, szóval csak amit tényleg amit mondani akartam, hogy nyilván mehet a céges vagy kari laptop vagy kari tablet meg telefon meg minden, csak ugye az eredmények is jöjjenek. You can take the kid out of hungry, but you can't take the hungry out of kid. Ez a ne légy baromba, kiviheted Dashikit a gettóból, de a gettót nem viheted ki Dashikiből. Ha valaki látta Ne légy barom című filmet. Have you found the light yet? Oh, har har. Oh, I'm sorry, I didn't mean to offend your people. So what? You buy into this whole thing now? All I know is that I'm not a soldier. Sajid Adri, mielőtt megnézed a Ne légy barom című filmet, én a prioritási szempontokból javaslom, hogy először nézd meg a The Expanse-t, mert minőségi különbség van a kettő között. A Ne légy barom, ez egy szar film, de én nagyon szeretem. As part of my initiation, they actually made me kill this
You know, let's talk about something else. All right. Számla nincs fönt. Hát az... Azt még én sem láttam, szerintem. Árajátokat láttam, bár nem emlékszem rá. Azt tudom, hogy a nagy a, az erősebb gépek az millió fölött volt, a gyengébb meg olyan, hát, mint mondjak, olyan 5-6-700 ezer valahogy. És pontos számokat nem tudok mondani. De mondom, reális volt, tehát piaci jár környéke volt. Tehát ha mit tudom, ilyen iporról rendeltem volna, az is annyi lett volna. Nagyjából. Na, hát nyilván a közbeszerzési illeték rajta volt, de nem vészes. Mondjuk tényleg ilyen 10%. Careful, it's wet. Hey, so... Maybe I should join the Fireflies. Ellie, that was the first thing I asked my owner. She wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Why does she care? She's worried I'll get you into trouble. Whatever. I can get into trouble just fine on my own. Oh, I know. Hát jó, nevermind, de tudod, azért az ipon meg ezek piaci alapon működnek, szóval gondolom valami drágább az iponom, de valami olcsóbb. Tehát azért nagyon túlárazva nem lehet, mert akkor senki nem vásárolna ott. Szóval én inkább úgy, tényleg úgy mondom, hogy, nagyjából piaci ár környékén volt. Nem hirdettünk volna győztest, én ezt akkor megbeszéltem a főnökömmel, hogy ha mindegyik túl van nagyon árazva, tehát ilyen, mit tudom én, legalább másfeles vagy kétszer egy szorzó van rajta, akkor nem csináljuk. Tehát az nem adtam volna a nevemet. Akkor inkább azt mondtuk volna, hogy akkor nincs, az kész. What are we doing here, Riley? I have a surprise for you. What? Is it a dinosaur? Maybe. I'll be your friend again if it's a dinosaur. You'll just have to wait and see. You know, I got them back. Our water guns? Bullshit. You telling me Corporal Dickhead gave them back to you? Of course not. I had to sneak into his office. Riley, I had them in my hands. But your ass got caught. But my ass got caught. What'd he do to you? Scrubbing duty for 2 weeks. Bathrooms. Oh, Ellie. I keep telling you to give up on them. They're never coming back. They will be mine again. Hát, igen, mondjuk küzdöttünk azért elég sokat a rendszerrel. Tehát, mire eljutott ez az uniós, rendes, nyílt közbeszerzéshez, azért előtte volt egy-két olyan kör, hogy... Hát, ahogy mondom, ilyen 4-5 éves tehet akartak ránk sózni írdatlan pénzekért. Na mindegy. You heard? Yeah. Do you know how it happened? They said he just fell off his horse. Heart attack or something. Man. Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. Exactly. So, let's see what he left us. Really? Tegnap a szomszéd... Most ha bográsra jutott eszembe, nem bográsoztak, csak paprikás krumplit rottyantott, mert amúgy a szomszéd asszony lengyel, szóval van némi közös metszet így a kaja terén. Mondtam is neki, hogy ma összefutottunk, hogy volt honvágy. Is this Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Awesome? Sure. Watch out, that's not beer. Please. Oh! Yeah, yeah, mondtam is neki, never mind. Oh, here. It's disgusting. Told you. Cheers, Winston. Polska Vegdri. Dwa drabantki. That's strong. Come on.
Oh. What happened to Princess? I assumed after Winston died, they took her. Poor horse. She's probably out there terrified. Man. Na, menjünk. Help me lift this. Okay. Rád ne ejtsem. You know what? How about we find another way? Gyerekek. Sounds good. Fogsz valamit javasolni, vagy csak itt bambusz? Király. All right. Be careful in there. What am I not? Well, you see anything? Riley? Oh. You dick, that's two times today. How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. Riley. Perfect. Mm-hmm. Check it out. What is that, like a wolfman or something? Put it on. Wolfman. So stupid. Yeah, badass. Now roar. Roar, Ellie. Really? Fucking roar. Nyomni kell, amúgy. There she is! Now let's see what else this place has. Man, look at all this stuff. Oh, triple phoenix. What do you think? Adorable. Why, thank you, kind pigeon. Yeah, Miss Bolt. Oh. People bought this stuff? I don't get it. Wow, that was stupid. Okay. See those cars down there? Yeah. Red one's yours, I'll be blue. You throw brick. Whoever breaks all the windows to their car, wins. Are you kidding me? I'm like the brick master. Right. Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? All right, fool, you're on. All right.
Kettőt egyszerre. Yeah, you like that? Come on. Na még egy. Vagy van még? De ezt hogy ütöm ki az utolsót? Ja, amarról. Shit. For a second there, I thought you had me. Okay. Well, a deal's a deal, right? Just ask whatever you're gonna ask. Okay. What will it take for us to get back to how we were? A spaceship. No sarcasm. Like one of those intergalactic giant spaceships with like two warp engines. Ellie. I don't know. Just keep doing what you're doing. It's working. There now. Follow me. We're almost there. Sajtodrig nem tudtam végigjátszani, mert folyamatosan bebugolt a játék, és összecrashelt a Farewell of the White Wolf. Szóval nem tudtam végigjátszani, sajnos. Lehet, hogy most már jó. Lehet, hogy most már végig tudnám, de... azt félbehagytam, mert mondom, egy részen nagyon... Tehát nem tudtam tovább menni, mert mindig bekresselt, bármit csináltam. What are we doing here? Place is creeping me out. So, you know how we thought they only powered certain areas of the city? Yeah. Follow me. So, turns out, the whole city has power. Megpróbáljuk segít, Adri. Mindenki. All you gotta do is flip it back. There's no way this is gonna work. What did I tell you? We have power. Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do, and I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together, and... I didn't mean it. All that stuff I said before I left, I didn't mean any of it. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh, man. Are you ready? Totally. Are you kidding? Visszajöttünk. Oké. Okay. Mondom, erre a helikopteres részre nem is emlékeztem, hogy benne van. Így most már rémlik? Na mondom, én azt hittem, hogy csak a plázás rész van.
töltény, ez valamit jelent. A macska rúgja meg? Biztos be kell menni arra a szmütyibe. Próbál figyelmeztetni, hogy menjünk innen. Special Cola. Oké. Okay. Itt egy generátor. Alice közlegény állapota rosszabbra fordult, belázasodott és mindent kihányt. Lehet, hogy hibát követtem el, és túl későn amputáltuk. Talán amikor nem figyeltem, átváltozik és... A fertőzési protokoll... Azt tettük Caulfield törzsőmesterrel, amit tennünk kellett. Ugyan kinek akarok hazudni, megöltük Larryt. Alice lefogta, én meg lelőttem, mint egy kutyát. Nem tudom kiverni a sikolyait a fejemből. Shit. Na, szerintem be kéne rántani ezt a generátort itt. I suppose. Needs power. Oh, man. Na, Ellie vagy olyan kemény? Nincs benne Bengő. Oh, shit. Ebben az országban mindenki benzint lejmul. Oké, okay, valahonnan szerezni kéne benzint. Az micsoda? Heal. Oké. Rengeteg lőszer. Szerintem az első rész alatt összesen nem szedtünk össze ennyit. Honnan szerezzünk benzint? Mondom, hogy szedjük ki a teherautóból, csak hát... Kéne valami kanna, nem?
Gondolom. Jó, hát gondolom akkor onnan a teherautóból kell. Oké, okay. Ez üres, megnézzük a többit. Szárat, ez is szárat. Jó, megyünk tovább. Ezek a mai fiatalok egyik se lopott benzint. Cool. Tök jó, ezt beindítjuk a generátort és így megindul a szarlavina. Lőszer, moló. Ez egy létre. Ó, és akkor erre kell... Erre kell kijönnünk. Water and fry to a crisp.
ezt valahol majd szerintem oda kell tolni. Szerintem is. Hát... Van itt tüdő. Jó. Na. Yeah. I hear you. Próbálunk ellopakodni. Csak nem tudom, merre kell menni. Szóval csak a szokásos, alapvetően. És megpróbáljuk kiiktatni. Ezt meg csöndbe kinyitjuk. Easy peasy. Here we are again. God damn it. Where the hell are they coming from? Hát ez nem sikerült. Oh.
Oops. Okay. Ennyi? Oké. Na hát, ha volt náluk lőszer. Nem volt. Oké. Na, ezt ki lehet nyitni. Fuck yeah. Működik. All right, helicopter. Let's do this. Mindjárt csak. Ó, egy diktafon. Well, Ellis? I found a couple recorders. Maybe we can, you know, document this whole thing. It gives me an excuse to talk. Even if it is to myself. You hit me pretty hard the other night. Not gonna lie, that shit still stings. I was trying to feed you. You actually accused me of stealing your food. You got any idea how hungry I am? I mean, I know it's the fever talking, but... I left you, you know. Hell, I even managed to get a good 10 miles out before turning back around. It's like you say. We sleep together, we eat together, we shit together. This unit is a family. Hát nem. Azért a családok nem szarnak együtt, de értem, mire gondolsz. A helikopter, de... De hogy... Hogy menjünk oda, várjam? Köszönöm a cheer-sedit, Adri. Are you ready? A 42-t. Totally. Are you kidding? Told ya. Wait, won't the soldiers spot them all being all lit up? Nah, the exterior lights don't work. How do you know? This firefly, Melanie, told me all about it. Hát, this looks fancy. Azért rohadt jól néz ki ez a játéknak. Igaz, a gépen mindjárt összeomlik, de... De jól néz ki. Kapcsoljuk be. Na mi van? Okay. Yeah.
What are we doing? Csapassad. Whoa, 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 whoa. Riley, come here. No, you got this. Go. What the heck? This is awesome. Oh, man. Üzenem a gépednek, hogy ne hajj meg. Okay. Come on, get up here. Sit next to me. Majd all átadom right, neki. No. I just got on. Liv! Fooey. Well, I loved it. So there. Oh. I got something else. What is that? What did the triangle say to the circle? What is that? You're so pointless. Fuck you! You found another pun book? What did the cannibal get when he showed up to the party late? A cold shoulder. Here, it's for you. You know, you might just be my favorite person again. Just saying. I know my girl. Just saying. You ready? All right. I heard two peanuts walked into a park. One was assaulted. Oh! Good one. Aye, aye. A boiled egg in the morning is really hard to beat. That's funny. That is funny. I like that one. I'm reading a book on anti-gravity, and it's impossible to put down. Nice. Yes, that one's awesome. It's not that the guy didn't know how to juggle. He just didn't have the balls to do it. Ooh. Oh! Nail. All right, I'm putting this away. Hey, thanks for getting me this. You're welcome. The photo booth's on. Ellie, we're so doing this. Ellie, come on. You broke my camera. I want new pictures of us. How does this work? Ilyenből itt is rengeteg van. De úgy képzeljétek el, hogy így a Tesco-ba így random be van téve egy ilyen. You know what? You do it. And off we go. Ooh, thanks. What are you gonna pick? Maybe love. You trying to woo me? In your dreams. Love it is. Oh, okay, smile. As an angel. Okay, something creepy. Dinosaur. Oh, no! Oh, let's make an ugly face. Okay. Pufferfish. Okay, let's make a silly face. Okay. Oh, it's all done. All right. Hey, there we are. We look stupid. Stupidly awesome. What's a Facebook? Maybe it prints our faces in a book? Oh, we can just print our pictures. Oh, give us some pictures. Oh my god, I can't believe it's actually gonna work. I know. Hit retry. Okay. What? Oh, it's szomorú. Oh, come on! Fuck you! Maybe if we put it up here. Mit láttam? Oh, what just happened? I think we broke it. I think we did too. So. So.
You want to keep exploring? Hell yeah. Attention. The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. All drafted citizens must report for duty. Anyone I hate that lady. Why does she have to sound like such a dick? I know, right? Here's how I'd do it. Attention. The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. Okay, let me try. Citizens are required to carry their ID card at all times. Report all signs of infection to your nearest area administrator. Remember, inaction costs lives. Yeah, that would definitely be better. Na menjünk. A jobb oldalon, szigorúan. Wow. Wow, look at me! Ó, egy arkád. No fucking way! I told you. Oh, don't tell me it's busted. It's busted. Man, for a second I thought I was gonna play it. You still can. How? All right, come here. Close your eyes. Do it. Okay. Use this to move. This is your punch, this is your kick, and you block with this. Okay. First, you have to choose your character. You're playing as the unstoppable, claw-wielding, yet drop-dead gorgeous, Angel Knives. Angel Knives. Am I supposed to picture all this? Eyes. Okay, sorry. She stands on the edge of the Shadow Temple, an ancient mystical building where they hold the tournaments of the immortals. Your opponent, Black Fang, steps out of the temple. He's this super ripped white dude with three arms. He's out. Három karra. Blood. The music kicks up as he gets into his fighting stance. You ready? Bring it. Round one. Fight. Round one starts. Black Fang rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Jump up. There. He overshot you. You land behind him. Quickly, punch him in the back. You nailed him with a wicked elbow, taking off like 15% of his health. Yes! He spins around and comes back with a Shadow Claw attack. What do I do? Hold back and block to counter. You throw up your elbows just as he executes his combo. You skid backwards, but take no damage. Final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heavenly lift. Down, up, kick. Nice. He grabs you. Mash punch to break free. Hit up, block, and kick for a blade charge. Block him! You got it! Down, forward, punch for a special move. Yes! Fuck him up! Alright. Strike! Nice. I'm with you. Perfect. Finish him. The screen turns dark. Angel Knives' blades begin to burn. She pierces his torso again and again until his heart flies right out of his chest. She winds back her leg and roundhouses his head clean off. A geyser of blood covers the entire playing field. Oh, nice. That is an ultra kill. Angel Knives throws her fists in the air. You win. Fuck yeah, I win. Not bad for your first game. So? It was all right. You loved it. Yeah, I kind of did. You hear that? Hey, you know what? We should head back.
I need to head back. You got plenty of time. Riley, I don't have any more strikes left at this place. Tomorrow we'll just pick up where we left off. I can't. We'll just do it another day then. Okay, Firefly Girl, when? They've asked me to leave. Leave what? Boston. I'm supposed to join a group in another city. I argued with them to stay here. But you know how Marlene is. Nothing's easy with her, everything's a test. They're picking me up tomorrow. Okay. That's it? Well, what do you want me to say? I don't know. How about some friendly advice? I'm serious. Why did you bring me here? I wanted to see you. No, why did you bring me here? I don't know. You want my advice? Go. Come on, let's just say our goodbyes. I'm gonna go check out this music. Riley! Riley! God damn it! Where the hell did she go? Riley! Riley! You ever seen anything like this? Are we just done talking? I don't know, are we? You don't get to be pissed off at me. I'm pissed off at you. For what? Asking you what you think? When have you ever cared about what I think? We were good. We were better than good, and then you told me to fuck off, and then you just up and vanish. This whole day, you feel guilty? You want an out? I'm giving it to you. I'm supposed to be holed up on the other side of town. I get caught as a firefly, I'm dead. Guilt didn't make me cross a city full of soldiers, Ellie. And yeah, I did some shit that I don't know how to take back, but I'm trying. Speaking of, those water guns you've been dreaming of? I nearly got shot for these. Surprise. A vízi pisztoly. Vagy vízi puska. Okay. First, I'm gonna destroy you. And then we'll talk. Csak előre kapd véletlenül az igazit. So what you got, Firefly Girl? You getting scared yet? Oh, you're gonna pay for that. Oh, what? Oh, man!
Shit! Oh, man! Boosh! Nem voltam felhúzva. What? You barely even hit me. Hogy lehet ilyet mondani? Megszopadtalak. You count to five. I'll go high and we'll hunt each other. Whoever gets hit first loses. Fine. Close your eyes. One, two, three, four, five. You ready? Alright, that's game. Alright, best two out of three. Let's go again. Alright. Go. One, two, three, four, five. Time to die. Bullshit. Ha. Oh, shoot. Oh, shoot. What did I just do? Did you see those skills? Okay. Someone should revoke that dog tag. Wow. Now you're just mean. That's it. We're going again. Riley, I would love to do this all day. But you gotta go back. I gotta go back. Okay, fine. Can I at least walk you home? I guess. Come on, let me get my backpack. Hey, so I said it like an asshole. I totally meant it. You should go. I mean, this is something that you've wanted for, you know, forever, so who am I to stop you? The one person that can. No, please don't go. I'll be so miserable without you. I'll be fine. And you'll be fine. And we'll see each other again. You should keep these. Not gonna do me any good. You still lug that Walkman around? Always. Let me see it. A Walkman. What's in it? That tape you gave me? You really will be miserable without me. Meg egy kis Pet Shop Boys. Follow me. Az az igazi. What are we doing? A Pet Shop Boys kazi. Don't go.
do now? We'll figure it out. But I don't think Marlene's gonna go. Wait. Riley! Shit. Joel! 18 pluszos topsoros, szóval... De ja... Elég nagy szégyen ez a... Ez a dolog, de hát... Ez van. Jó, hát én azt mondom, hogy tiplizzünk innen. Most, hogy megvan a cucc. Esetleg... Jaj, nem ezt akartam, hanem... Ez jól jöhet. Ez meg főleg jól jöhet. Mehetünk. Itt még van egy... Ó, egy fotó. Girl. Yeah, the sooner we find them, the sooner we get out of here. Make sure this area's clear. I'm heading this way. Check around back. Cool. Whoa! She's using a bow! Cover me, I'm moving up! Hol van? Hol... Shit. Itt volt egy nyíl. Na mindegy. Megyünk. This way. Ez baj, amúgy. Lelépünk. Hát csak nem erre.
Meg kéne találni, hogy merre kell menni. De most őszintén... Ma kell menni. Mi erre nem lehet. Tehát egyáltalán nem erre kell jönni. Hát akkor... Hát arra vissza... Miért menjek arra vissza? Na még egyszer itt körbe megyünk, úgyse itt vannak a kattogók. De én itt nem láttam ajtót sehol. Find outside. Not a damn thing. Well, how do we know they're even here? We walked around this entire place. There's horse tracks leading in, and I'm coming out. They're here. Maybe they're already dead. Then I want to see their fucking bodies. Right. She's over here! Okay. Egy töltény. Ó, mondjuk itt van nyíl. Mondjuk a semminél több. Hey, I hear the fucking horse behind you. Help me get this open. Yeah, yeah, we'll get the door. You guys keep searching. I don't want to get ambushed. Door. We'll draw her out.
De hol lát? Ó. Várj. Oké. He died it. He did died it. Semmi baj. Itt ott volt 4 darab nyír. Nem baj. Futkározunk egy kicsit. Ma először haltunk meg. Csak mondom. Sokan vannak, az a helyzet. De innen megpróbálunk orientálódni a kijárat fele. Jó, hát innen jövünk újra, ami nem olyan vészes. Na, ha egy üzletbe indul. Shit, nem vagyunk jó helyen. Vagy a kocsi nincs jó helyen. Tudom, hogy merre kell menni. Hát ez tényleg nem volt sok. Oké. Bemegyünk ide a joghurtboltba. Let's do this.
tudom, most tényleg mindenkit nekünk kéne megölni. Ránk hatal, megdobnak molóval, nem tudom. Jó, hát itt nem vagyunk jól, jók, az biztos. Tehát... Kezdődik az agyrém. Semmi baj. Na most persze be van töltve a pi... A... Hagyjatok! Hát azért ez túlzás, hogy hamar. Egy 5-6 golyó kell neki. Lassan most már fölülök rendesen. Köszönöm, Shelly, Adria Cheer. Kapcsolom be monitort?
Watch my back! Oké. Okay. Sima ügy. Too easy. Oké. Okay. Na menjünk. Azért még szedegetek, ha neten kéne. Thank you.
Let's move. Through here. Ellie, you with me? Igen, itt vagyok. No. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Csak össze kell várni, semmi különös. There's some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two, we fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together.
that's option three. Sorry. Come on. Let's get out of here. Na, hát ez a sztori, ez ennyi volt. Alapvetően tényleg egy ilyen kis mellékszál, vagy hogy mondjam. Nyilván az, hogy ugye Joelnek szereztünk gyógyszert, az persze főszál, csak én arra nem emlékeztem már, hogy ez benne van. Ilyen értelemben akkor valamelyest igaza volt a feliratnak az elején, mielőtt indítottuk, hogy ugye a Last of Us közben történik, de csak az történt közben, igazából. Én az olyan kicsit, hát nem az, hogy homályos volt, hogy ott mi történt, mert igazából mindegy, de legalább mutattak valamit. És ugye ez a Riley-s sztori, ami benne volt a sorozatban is egyébként. És az is eléggé, hogy mondjam, tehát nagyon hasonlított ehhez. Nem is tudom, hogy valamit különösebben változtattak-e. Szerintem nagyjából ugyanez volt. Úgyhogy csak így, hogy a teljesség kedvéért akkor ezt is megnéztük. Mondom, ez a játék még mindig nagyon jó. Még akkor is, ha kicsit idegesítenek ezek a dolgok, hogy mindig meghalok, de hát ez mondjuk nem a játék hibája, alapvetően. Na mindegy, de maga a sztori az továbbra is nagyon jó, szerintem nagyon szép történet volt ez is. És még a második rész majd csak most következik. Hát nem most, hanem majd, ha odaérünk. Most azért elég sok játék van, amivel játszanék, meg ami így folyamatban van. Mondjuk egyel kevesebb, ugye tegnap óta, de ja. Na mindegy, a lényeg, hogy megnéztük ezt is, meg most már tudok szabadítani helyet a SSD-n, úgyhogy az mindenképp pozitív. Ja, meg mondjuk a Lies of Pete is le tudom szedni, szóval. Oké is. Na, a heti program szerintem most már így akkor teljes. Holnap nyomunk egy kis Starfieldet. Szépen lassan, ahogy sikerül. Csütörtökön ugye Expanse befejező epizód, legalábbis ami az alaptörténetet illeti. Ígértek a készítők bónusz epizódot, hát az, hogy az mikor jön, meg hogy jön, meg hogy lesz, mint lesz, azt majd idővel megtudjuk. Most azt még nem látjuk, de az biztos, hogy a befejező epizódja következik magának az Expanse-nek. Kíváncsi vagyok, hogy hova forogja ki magát. Nagyjából látszódik, de hát, ha lesznek jó kis fordulatok, vagy valami érdekesség, holnap mindenképp csütörtökön mindenképp megnézzük. Péntek szünet, mert pénteken lesz elég egyéb elfoglaltságom. Szombaton pedig, ha minden igaz, akkor Sör szólsz, de nem szombaton, akkor vasárnap. Kettő közül valamelyik. Mondjuk lehet, hogy vasárnap akkor csak sima szólsz, nem pedig Sör szólsz, de ezt majd meglátjuk. Jó, a hétvége az ott egy kicsit kérdőjeles, de valamelyik nap biztos, hogy folytatjuk a Dark Souls-t. Na, úgyhogy ez alapvetően a heti menetrend. Ja. Tényleg valamikor elkezdjük a második részét is ennek, mert az mindenképp kötelező darab.
De mondom, most egy-két játékot azért végig akarok vinni, mielőtt belekezdünk abba. Mondjuk ami folyamatban van, az mind elég hosszú, tehát mondjuk az X-Men's befejeződik csütörtökön, de a Starfield és a Dark Souls azért elég masszív. Tehát azzal el leszünk még egy jó darabig. Aztán közé egy harmadikat betenni. Hát, na mindegy, meglátjuk. Pies of L. Hát igen. Vagy pörgessük ki az egyiket. Mondasz valamit, nevermind. Azt gyanítom, hogy a Dark Souls-szal hamarabb megvagyunk. Bár ki tudja, hogy a Starfield is mennyi idő lesz. De valószínű a Dark Souls az hamarabb lepörög. DS2 végtelen sok. Hát jó, persze, de nyilván azért elhaladná az ember, mármint úgy nyilván végtelen időt bele lehet ölni abba is, de olyan haladósra venném, mint ahogy a Dark Souls 1-et is, meg a Demon Souls-t is, bár azok azért sokkal korlátoltabbak ilyen értelemben, tehát az azért a Demon Souls is, meg a Dark Souls 1 is eléggé kerek ilyen értelemben. Na mindegy, meglátjuk. Meg tényleg van sok más egyéb játék is, amit kéne. Ugye Witcher-t mondjátok, hogy mindenképp menjen 1-2. Akkor ugye Red Dead Redemption-ozni is kéne. Ugye meg akarom nézni, amit Stopsoros javasolt, a Dave the Diver-t, az mindenképp. Úgyhogy azért van sok minden. És ezek azért úgy alapvetően mind előrébb vannak, mint a Last of Us 2. Witcher 3 is jöhet? Nem tudom, valahogy valamit hogy kéne azt. A Next Gen update-be bele akarok nézni. Lehet, hogy majd idő engedi, akkor csinálok egy ilyen checklistet, ami ilyen új content a Witcher 3-ba. Csak annyi kicsit a gondom, hogy van egy-két olyan dolog, amihez New Game-et kell kezdeni. Na mindegy, meglátjuk. Csinálok egy ilyen checklistet, és végig gondolom, hogy kellene. És szerintem egy stream erejéig ránézünk akkor a Next Gen update-re, meg hogy milyen újdonságokat hozott. Szerintem végigjátszani még egyszer nem fogom, főleg nem streambe. Vagy hát fenn se tudja, de nem valószínű. Nem valószínű. Túl hosszú ahhoz, hogy majd ha már elfogynak a játékok, amit kértetek meg, amivel játszanék, akkor esetleg, de arra most jelenleg sok esélyt nem látok. Meg hát mire odaérek, hogy tényleg ezeket a játékokat mind végigjátsszuk, meg mint tudom, lehet, hogy kijön a Witcher 4, ugye? Tehát az se kizárt, vagy az egynek a remake-je. Szóval azért sok játék van. Red Dead Redemption-nek a story módját is kéne nyomni, az is szerintem simán ilyen, hát mint mondjuk 100 óra, 120. Tehát az is iszonyat hatalmas játék. És ott is lehet mosolyogni sok mindenen, tehát és lehet mókázni elég sokat. Hát a Witcher 1-2-t azt lenyomjuk, az nem olyan vészes. Meg ott nem is biztos, hogy a 100%-olásnak van így értelme, már így idegrendszeri szempontból, mert
Azok az, hát az egy főleg nem olyan játék, hogy... hogy az, az sokat pepecselne vele az ember. Az egy az tényleg olyan, hogy úgy a magyar szinkron miatt mókás, meg lehet rajta kacagni, de amúgy nem egy kellemes játék. Ma már, mai adja. Meg tényleg lesz sok játék, amivel játszanék. Lesz a Gothic-nak a remake-je, meg... hát na mindegy. Sok játék jön mostanában. Meg chase-ni is kéne. Chase-kettőt pörgetni. Meg minden este nem lehet streamelni, sajnos. Pedig jó lenne. De én is azért fáradt vagyok ilyenkor ma estére. Aztán ilyenkor RPG-zni az... ez tényleg embert próbáló. Mehet munkaidőben? Hát egy darabig mehet. Aztán ugye amikor... nem jönnek a kommitok. Akkor utána már nem munkaidőbe megy. Esetleg ilyen hétvégén délutáni stream. Még azon gondolkodtam. Mert... az biztos, hogy a hétvége két napjából egy az ilyen nekem ilyen itthoni tevékenység. Tehát akkor biztos, tehát két nap egy hétvégén nem megyek. Általában csak egy nap szoktam valahova elmenni. Így hétvégén. Londonba vagy ide-oda valahova. És akkor a másik nap lehetne délután. Esetleg. De hát ezt majd meglátjuk. Na mindegy, én visszatérve erre a játékra, én azért élveztem az első részt is. Tényleg ez a... ez a grounded mód, ez szerintem így streamben nem nagyon jó. Vagy így streamelni. Elég unalmassá válik meg. Főleg ennél a játéknál, ahol tényleg inkább a sztori, ami érdekes. Így az ember, ha csak úgy magába leül mókolni, akkor persze jó. Mert tényleg az igazi valója a játéknak. Tehát szerintem úgy az igazi játszani ezt a játékot, de... de streamben nem az igazi. Ahogy kényelmes. Hát igen, ahogy sikerül. Nyilván ember munka után este néha tényleg ahhoz sincs kedvem, hogy tényleg akár csak betegyek egy sorozatot, vagy valami, mert annyira leszív néha a nap. Aztán tényleg nehéz, meg megmondom őszintén, hogy kicsit kezd rezegni itt a technológia is alattam. Néha tapasztalok furcsa dolgokat, és azért gondolkodtam, hogy ez a gép ez már lassan 5 éves, és hát most nem a GPU, a GPU az talán 3, ugye akkor vettem, amikor a Cyberpunk megjelent, szóval kezd egy kicsit rezegni, aztán én ezen azért úgy dolgozok is, jó, hát nyilván van irodában gépem. Tehát, hogyha nyilván összeomlik, akkor bent az irodába tudok dolgozni, csak... hát nem a stabil. Néha, hogy egyszer csak kikapcsol meg. Szerencsére ritkán, de azért be kell látni, hogy azért ez a gép, ez volt pörgetve elég rendesen. Tehát azért nyilván munkára is. Ugye akkor ugye a Covid alatt nyilván a...
az oktatás ezen ment Twitch-en meg. Hát azért, hát most is tényleg maximum pörög gyakorlatilag minden. Még ennél a creditsnél is. Tehát látom itt a görbéket, hát ki van taposva eléggé. Nyilván ez a dolga, tehát nem arról van szó, hogy ez ettől jobban használna, vagy ilyesmi, csak hát na, ezek azért idővel, ja. Nyilván ezen most nem fogok spórolni, tehát emiatt nem lesz kevesebb stream, csak azt mondom, hogy néha aggódok már, hogy meddig lesz stream, úgyhogy na mindegy. Aztán egy új gép az igencsak olyan, hát mondanám, hogy 2000 font, de akkor eléggé alulra lőttem. Most például a főnököm mondta, hogy venni akar egy workstation, mert jön egy új kolléga, egy PhD hallgató, és neki egy 5000 fontos workstation-t kéne összerakni, mert 5000 font van. Pontosabban 10000 font van, csak kettőt akar venni. Jó, hát az munkagép, szóval az más. Nyilván az ember, tehát én magamnak itthon elmennék 5000 fontig gépet, mi a bánatnak. Annyira veszek egy gépet, meg egy streamer PC-t. Meg egy Steam Deck-et, meg egy Nintendo Switch-et, meg sok más egyébet. Szóval, ja. Aztán, hát igen. Nem lenne most kedvem per pillanat gépet venni. Úgyhogy. Hát, na mindegy. Meg tényleg jó lenne fejleszteni is, mert azért látjátok, hogy azért receg. Ez is receg. Tehát látjátok, hogy a Last of Us most itt az end creditsbe szaggat a webcam, ami amúgy valószínű nem a gép hibája, hanem inkább a szoftveré, de ebben most nem menjünk bele. Tehát, hogy end credits alatt mi a... hogy mi történik. Azt nem tudom, de... na mindegy. A lényeg, hogy azért az új gémek már nem új mennek. Tehát nyilván egy Witcherre nem volt gond, meg... tehát sok más egyéb gémmel nem volt gond. Még talán a Cyberpunk is elég jól futott ahhoz képest. Mondjuk azt is jó lenne, hát igen, arra is rá kéne nézni. Ugye jön ki a 2.0. Aztán ott is a engine kap egy elég nagy ránc felvarrást. Aztán például azt szerintem ray tracing nélkül simán menne mai napig. Ray tracing meg... hát, hogy ne mondjam, rohadtul hidegen, hogy szerintem az nem azt mondom, hogy szép, meg tök jó, csak ekkora parasztvakítás egyébként. Mondom, most ugye az új iPhone-t is ezzel reklámol, hát vagy ez volt egy ilyen rész a új Pro iPhone-nál, hogy most már az is tud ray tracinget. Remek. Hogy áll a pályázat? Folyamatban van. Ne álljatok fél lábon addig, amíg abból lesz valami. De írjuk. Most már úgy közösen a főnökömmel úgymond, mert úgy alakult, hogy ő könnyebben mögé tudná rakni ilyen background részt. Tehát, hogy nyilván én oda rakom, hogy mi a technológia, meg hogyan csinálom, meg mit tudom én, ő meg az, hogy mit kell csinálni. És így a kettő együtt elég jól rezonál olyan értelemben, hogy bíztató az, amit összetettünk. Hát majd meglátjuk, hosszú idő ez tényleg nagyon hosszú idő. Hogy eredmény mikor lesz? Hát valószínű tavasszal. Tavasz előtt nem igen látom, hogy itt lenne eredmény. Hát addig megpróbálok valamit kihekkelni. Elvileg vannak ilyen-olyan kerülő utak,
tudom én, Magyarországon adózok, meg ilyesmit. Na mindegy, valamit ki tudok találni addig, de az a baj, hogy annyira nincs kapacitásom rá, hogy én nagyon örülnék, ha vissza tudnánk menni a másik csatornára, mert csak az a rendes, meg ott talán többeket elérek, meg mit tudom én, de most ugye a támogatás az olyan, hogy én itt is tökével vagyok. Tehát nem azért csinálom, mert hogy ti külditek a pénzt, ugye? Hanem mert ez nekem tényleg nagyon jó kikapcsolódás. Játszunk. Ti mondjátok, hogy mit csináljak. Én nem azt csinálom, mert béna vagyok. Nevetünk sokat. Meg beszélgetünk. Szóval alapvetően ez a célja annak, hogy én itt vagyok. Nyilván az, hogy kerestem egy kis pénzt vele, az tök jó. Tehát például itt van ez a mikrofon, ez nektek köszönhető, meg egy-két apróság itt a környezetbe. Meg a havi Netflix előfizu. Úgyhogy. Na mindegy, a lényeg, hogy jó lenne oda visszamenni, de annak is örülök, hogy itt vagytok. Hát, nagyon fontos egyébként, hogy a betűtípusoknak a licensze milyen. Ezt munkai környezetben is utálom, nem, hogy amikor videójáték közben írják ki. És akkor így kérdezik, most, mert most ezt rövidre zártuk hamar, de így korábbi projekteknél, hogy fú, milyen licenszt javaslok? Így kérdezik tőlem. Na, bazeg, kérdezz meg egy jogászt. Rendszermérnök vagyok. Döntsétek el. Na mindegy. Itt rövidre zártuk egy MIT licenszel, az ennyi. Kész. Viszontlátásra. Na, nincs after credits, nyomjam meg a gombot, oké, és na, akkor srácok, én elköszönök, nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet, én nagyon örülök, hogy velem együtt néztétek meg ezt a kis epizódot itt a Last of Us sztoriban tulajdonképpen, folytatjuk a kettővel, amint odaérünk. Köszönöm a Csircsedit, Adri, a 8-at is, az imént, illetve a 2-t is most. Nagyon szépen köszönöm, kedves tőled. Én kívánok nektek további kellemes estét, és további kellemes hetet. Találkozunk holnap is. Szevasztok!